Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Lukács Bence vagyok. Most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Elkezdődött Nádorvárosban a Galamb utca burkolatának felújítása, emiatt parkolási tilalmat vezettek be szerdától. A felújítás során kicserélik a sérült rossz állapotú szegélyelemeket, felmarják a régi aszfaltkopó réteget és új aszfaltréteget kap az utca, a Babits Mihály utca és a Kálvária utca közötti szakaszon. Új gyalogátkelő helyet alakítanak ki Bácsán az István Király útján a Fenyőszer úti kereszteződéshez közel. Jelenleg a közvilágítási hálózat alépítményeit készíti elő a kivitelező, ezt követően alakítják át az új átkelőhöz illeszkedő járdakapcsolatukat. Díjmentesen használhatók most pénteken a felszíni parkolók Győrben. A parkolóházak ugyanakkor a megszokott díjszabás szerint várják az autósokat, tájékoztatott a Győrszól. Korlátozott nyitvatartással üzemel a Barátság Sportpark, a kiszolgáló létesítmény zárva lesz, a futópályát, a sporteszközöket és a játszóteret azonban lehet használni. November 1-én zárva lesznek a város üzemeltető ügyfélszolgálatai, a hiba és kárbejelentő vonal viszont folyamatosan hívható. Pénteken nem nyit ki a vásárcsarnok sem, a temetők reggel 7 és este 8 óra között tartanak nyitva. Még rövid ideig sem szabad őrizetlenül hagyni a táskákat a sírokon. Ha nem vagyunk elég óvatosak, hamar megszabadíthatnak bennünket értékeinktől a tolvajok, akik ezt kihasználják, hogy ebben az időszakban jóval többen keresik fel a temetőket. Erre hívja fel a figyelmet a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Nem árt az óvatosság a sírkertek környékén sem, ahol a szokottnál nagyobb járműforgalomra számíthatunk. Egyre nagyobb a forgalom a temetők környékén. A biztonságos közlekedésre megkülönböztetett figyelmet fordít a rendőrség, de ez nem csak az ő feladatuk. A megszokottnál több autó lesz az utakon, ami miatt lelassulhat a haladás, ezért mindenkinek sokkal türelmesebbnek kell lennie, mondta el a Vármegyei Rendőrfőkapitányság Közlekedési Baleset Megelőzési Bizottságának titkára. Több gyalogos és kerékpáros is fog majd megjelenni a temetők környékén, akiknek azt tudnánk javasolni, hogy ugye hiába a Kressz azt írja le, hogy éjszakai és rossz látási viszonyok mellett lakott területen kívül ugye láthatósági mellényt vagy eszközöket kell elhelyezni magunkon, azt javasolnánk, hogy akár ez belterületen, tényleg a temetők környékén is, akár egy ilyen fényvisszaverő szalaggal, egy karrácsapóval, vagy akár egy láthatósági mellénnyel próbálják meg elhelyezni a ruházatukon, mert tapasztalatok alapján mondjuk, hogy így nem egy pár méterről veszik őket a járműveknek a vezetői, hanem már több száz méterről látható lesz valaki, és ez ezekben a napokban nagyon-nagyon fontos lesz. Rosta Roland hozzátette, ilyenkor autóba ülnek olyanok is, akik ritkábban vezetnek, ami még nagyobb odafigyelést követel a közlekedőktől. Itt akár egy lassabb mozgás, egy lassabb forgalomba történő haladást eredménye lesz, hogy valaki mondjuk nem vezet minden nap járművet, tehát egy kicsit lassabban közlekedik a forgalomban, és ő által is türelmet kell tanúsítanunk majd. Sajnos vannak olyanok is, akik nem jó szándékkal mennek a temetőkbe. Kihasználják, hogy ilyenkor talán egy kicsit figyelmetlenebbek vagyunk, feltörhetik az autókat, de még az őrizetlenül hagyott táskát is elvihetik a sírról, hívta fel a figyelmet a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. A gépkocsi feltörések, temetői alkalmi, valamint a zseblopások azok a bűncselekmények, amelyek ezt az időszakot a leginkább jellemzik. Nagyon fontos, hogy autóinkkal lehetőség szerint kivilágító, jól látható helyen parkoljunk. A parkolóba hagyott gépjárművekbe látható helyen semmiképpen ne hagyjunk értéktárgyat. Az is nagyon fontos, hogy kerékpárunkat soha ne hagyjuk lezáratlanul a temetők környékén. Szabó Csaba kiemelte, nem ritka az sem, hogy a korábban kivitt koszorú tűnik el, és bizonyos zsebtolvajok is jóval aktívabbak ebben az időszakban. Sajnos ugye gyakran előfordul, hogy amíg elmegyünk vizét, vagy elviszük az elszáradt virágokat a gyűjtőkonténerbe, addig a sírnál hagyott táskánkat ellopják, eltulajdonítják. Amennyiben erre lehetőség van, a mécseseket, virágokat, koszorúkat azt szoktuk ajánlani, hogy napokkal korábban ne vigyük ki, hiszen sajnos vannak olyan elkövetők is, akik ezeknek az eltulajdonítására specializálták magukat. Ilyenkor nagyobb a tömeg, akár a tömegközlekedési eszközökön is. Ilyenkor bizony előfordulhatnak zsebtolvajok is, úgyhogy ebben az időszakban is azt ajánljuk, hogy fokozottan figyeljünk értéktárgyainkra. A rendőrök munkáját polgárőrök segítik a temetők környékén, de a látogatók is sokat tehetnek azért, hogy elkerüljék a baleseteket, vagy értékeiktől megfosztva térjenek haza.
Sikeresen indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség a büntetés súlyosítását abban az ügyben, amelyben egy férfi gázsprével lefújta, megrúgta, megégette élettársát. A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérülés szenvedett, a győri kórházban életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A győri törvényszék a többszörösen visszaeső vádlottat 8 év fegyházbüntetésre, 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokon eljáró győri ítélőtábla a férfi büntetését 10 évre súlyosította. Örülök, hogy kiderült, mert Angliában ezért börtönt kaptam volna, ezt mondta az a román sofőr, aki csaknem 3000 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettával akadt fent a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőreinek ellenőrzésén. A járőrök az M1-es autópálya forgalmából emeltek ki egy utasokkal teli román kisbuszt. Átvizsgálásakor az egyenruhások különféle márkájú bolgár és román zárjegyes cigarettát rejtő csomagokra bukkantak, melyeket egy-két ruhadarabbal próbáltak elfedni. A sofőr állítása szerint nem tudott a csempészáruról, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Több mint 500 millió forintos támogatást nyert Pannonhalma az iskola bővítésére. A főapátsági fenntartású intézményt érintő pályázat eredményéről a tulajdonos önkormányzat számolt be. A Szent Benedek általános iskola és alapfokú művészeti iskola bővítésére a terveket közösen készítette el még 2021-ben a fenntartó Pannonhalmi Bencés főapátság és a tulajdonos Pannonhalma város önkormányzata. A pályázatot tavaly nyújtották be, a kivitelezés várhatóan jövő tavasszal kezdődhet el. Idén 23. alkalommal rendezik meg a könyvszalont a Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szervezésében, ismét lesz kortárs drámaverseny is a Győri Nemzeti Színházban. Három csapat verseng majd a közönség és a zsűri elismeréséért. A feladat nem egyszerű, a rendezőknek a Kisalföld napi lapban megjelent szalag címek alapján kell írni és rendezni egy darabot mindössze 2 nap alatt, aminek sorsáról csaknem 700 fős közönség dönt. A 6 fős csapatok élére külön csapatkapitányokat neveznek ki, akik extra feladatok megoldásával vagy elbukásával hozhatják előnyösebb vagy akár hátrányosabb helyzetbe társulatukat. Hiánypótló kutatás zajlik a Győri Széchenyi István Egyetem részvételével, amelynek részeként egy műhold ad rendszeresen távérzékelt adatokat Magyarország területéről. A konzorciumban megvalósuló Európai Uniós projekt során az intézmény Albert Kázmér mosonmagyaróvári kara az űrből érkező információkat elemzi és kontrollálja az aszályos időszakok hatásainak enyhítése érdekében. A műhold képalkotó rendszere egy áthaladás során mintegy 10.000 négyzetkilométeren vizsgálja át a föld, illetve a mezőgazdasági területeket. A Bajnokok Ligája címvédő Győri Audietto KC női kézilabda csapata 2+1 évvel meghosszabbította a norvég Veronika Christiansen szerződését. Az Audietto beszámolója emlékeztetett rá, hogy a második gyermekével várandós játékos jelenlegi megállapodása jövő nyáron lejárt volna, de miután az átlövő és a klub is közösen képzelte el a folytatást, így megszületett az új szerződés, amely 2027 nyaráig biztosan a győriekhez köti őt. Christiansen 2018 nyarán szerződött az Etóhoz, ezzel a jelenlegi keret egyik legrégebb óta Győrben játszó sportolója. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt az Oxygen Musicon. A zenék mellett ma a színházi magazinunkkal várjuk Önöket. Ha lemaradtak adásunkról, keressék a műsort hollapunkon magazinjaink között. További friss híreinket és tudósításainkat is megtalálják a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Pénteken a reggeli pára és köd feloszlása után több-kevesebb napsütésre szinte mindenhol számíthatunk. A hajnali 3-9 fokot követően délutánra 13 és 19 fok közé melegszik a levegő. Szombaton egy hideg front érkezik, melynek hatására változóan felhős időben lesz részünk. Sokfelé lesz viharos a szél, délután 12-17 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnapra megérkezik a lehűlés, a délutáni órákban 7-12 fok valószínű.